Na, egy jó bőrigáztunk. A hátamon is csúrog a víz. Érkezik most Bencus Aga, aztán jön majd Dankus Hibivel. Én már nem jövök ide, ide jövünk télire. Mert alig bírtam kijönni ebbe a talajba. Úgy, mint tegnap. Egy 3-et galocsot trappolunk, és akkor egy másfél überke. Hát tegnap is az volt a második, azért mondom, hogy... Nem? Akkor kedden? Jó. Jó, hát egy jó über, de ne legyen vadász, na. Messze-messze ne vadász. Időnk van, ez egy kicsit vékonyodott taga, talán. Nem néz ki rosszul. Nem néz ki rosszul. Ha eszik, nem? Adj neki többet. Jó. Jó, hát amelyiknek kell. Amelyik igényli. Szia, Tomasz! Ügyék legyetek, drágáim! A Hibikével meg ugyanezt, csak Uber, nem jó Uber, Uber. Hát 3-et galocsasz, és egy másfél körű Uber. Nem volt őr? Hát, nagyon veszélyes bizony, ha nincs őr. Aha, oly-oly. Még az a, de mondjuk még az a kisebbik. Erre gyertek, vagy arra? Arra. De persze péntek van, dombra föl. Ellenkező, mint tegnap. Na. Ügyesen, kényelmesen, pláne az első. És a második se exkluzív. Erős két hetünk van. Utásig. Mindkettőnek. Na, hát ma se kell ringatni. Szakad az eső, de az nem azt jelenti, hogy nem fogom a kertet locsolni. Fogom locsolni, így van. Aztán még délután sárga. Úgy néz ki, jövünk Wendyvel is ugrunk. Tehát épp, hogy haza meg bekapok egy falatot, jövünk vissza. Illetve jövök vissza. Jó, hát csomót nem tudtam fölvenni, de muszáj volt. Egyedül a Peti nem tud csinálni, vagy a karcsi fönn ezt a szalmákat, szénákat. Be van rakva géppel 5 mázsa, 4 mázsás szénák, nagyok. Az pont 1,60-as. Hát meg se bírjuk mozdítani, csak 3-an. Rá a csúszóra, elhúzza istála elé, azt onnan még felállítani. De az elment nekem ma 2 órán. Így vettem, amit vettem. De barát, ez van, azt meg kell csinálni. Nem bírják. Hopp, valaki hív. Ja.